Kedves testvérek, 1-2, jó. Kedves testvérek, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, így a házasság hete alkalmából. Köszönöm azt, hogy türelmesek voltatok és várakoztatok, és szeretnénk megint újra együtt lenni egy jó kis alkalommal. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Nagy Imrét és feleségét, és köszönjük, hogy vállalták ezt a szolgálatot, hogy előttünk beszélnek a házasság nehézségeiről, öröméről, és hitvallást tesznek, mondhatom így. Köszönjük, hogy ezt elvállaltátok, és azt gondolom, hogy a körbeülés is jelzi azt, hogy veletek együtt mi is egy körben, egy szívvel és egy lélekkel együtt leszünk, és így leszünk most együtt. Hogy Isten áltása legyen az alkalmon, csendesedjünk el, és akkor imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk. Köszönjük neked azt, hogy te vagy az, aki egybegyűjtesz. Te vagy az, aki ma is szólsz. Te vagy az, aki fölemelsz és bátorítasz. Te vagy az Urunk, akitől erőt kapunk a mindennapok küzdelmeihez. És te vagy az, aki tanítasz éppen egymás hite által, hogy épülhetünk, tanulhatunk. Hadd kérjük azt, hogy áld meg ezt a mai alkalmat, hogy valóban te legyél a középen, hogy te szólj ma is, és te cselekedj a mi életünkben. Így kérjük, hogy légy jelen, és szent lelked által áld meg a közösségünket. Áld meg a kapcsolatunkat, áld meg a házaspárokat, áld meg a közösséget, és áld meg az egyént. Úr Jézus Krisztus. Amen. Én Imrének átadom a mikrofont, neki ez abszolút hazai pálya lesz. Hát ez a gáz, erre nem gondoltam én itt ma este, hogy még mikrofont követni kell a kezembe, de van egy friss hír, és hallottam meg azért, hogy egyrészt ima téma, másrészt meg, hogy ilyen pitiáner eszközei vannak a sátának, csalódtam. Pontosabban, hogy mondjam, örvendezhetek, mert ők ilyen szintig tud elmenni. Ugyanis most 3 perccel ezelőtt a Kossuth Rádiónak a főszerkesztője szólt, hogy elveszett egy anyag, amit fölolvastam egy heti munkával. Egy ilyen regényes történelem, egyrészt másrészt a 20. századi történelemnek hatalmas szeleteit dolgozza föl ez a műsor, és nem magamról akarok beszélni, hanem az Úr Jézus Krisztusról. Fölötte áll. Higgyétek el mindennek. Most csak megerősödtem benne, tudod, hogy készülök egy szolgálat a jövő héten. Már a feleségem szintén mosolyogban mondja, na mi jöhet még, szerinted? Mondom, báta vannak még eszközei. Ha, jó nagyot akar belénk, nem jön neki össze. Lecsúsztak az ütései valahogy, eddig legalábbis. Nagyon remélem, hogy az Úr Jézus, a Szentlélek azért ő is elvégzi a saját munkáját, és akkor már a dörögnek nem lesz lehetősége megrontani sem egy műsornak a készítését, sem a mi találkozásunkat és beszélgetésünket. Még igazán az lenne jó, hiszen ennél sokkal érdekesebb történeteitek vannak nektek, és inkább jobb lenne most tényleg hallgatni ezeket, hogy épüljünk. De talán még abból is tudunk épülni, amit majd mi összehozunk itt ilyen spontán módon, mert bevallom, nem szeretünk úgy készülni bizonyságtételre, hiszünk a Szentlélekben, hogy nem kell leírni regényesen bevezetőkkel, lakonikus felvezetőkkel, stb., hanem tényleg mondani, amit a lélek diktál, mert azért volt már egy-két meglepetésem, hogy honnan jutott eszembe, hát én mást akartam itt mondani. Isten úgy döntött, hogy akkor tessék, ha átadtad magad, akkor majd én tudom, hogy mit kell mondanod, hol böklek meg. Hát tisztelettel és szeretettel köszöntünk meneteket, mármint Nagy Imréné született Vágó Éva, és Nagy Imi, és aki várja már az újabb hatalmas lehetőséget az ünneplésre, mert júniusban 49. éves házasok leszünk. No, de hát ez valahogy elkezdődött. Egy kis csitivel összefutottam, hány éves korodban? Ezt mondom, légy, hogy kedves, innentől ezt a történetet elmondani, hogy találkoztunk mi. Én egy ateista családból származok. Az én szüleim nagyon nagy szeretetbe neveltek a nővéremmel együtt bennünket, és arra neveltek bennünket, hogy mi 4-en vagyunk egy egység,
és mi mindig mindent megoldunk. Tehát szuper lesz mindig minden. És középiskolába kerültem, első osztályos voltam, amikor elment egy ilyen kirándulásra a túrajáró csoport, és ott volt egy fiatal ember, aki a barátnőmet kerülgette, csak ő nagyon nagy hangú volt, és aztán nálam kötött ki, és ott ismerkedtünk meg. Én 15 voltam, ő 17 és fél. És elkezdtünk egymásnak udvarolni, és én akkor hallottam életemben először, hogy azt mondja, hogy az ő szülei hívők. Még a szót se ismertem. Mi az, hogy hívő? Az, hogy vallásos valaki és templomba jár, hát az öreg nénék, akiknek be van kötve a fejük, és hát ott oda járnak. De az én nagymamám sose járt, tehát nálunk ez nem... És elkezdtem magyarázni, hogy mi az, hogy kereszténység, meg hívő, és akkor így már eltelt egy-két év, és akkor megismerkedtem anyós jelöltel, meg após jelöltel, és náluk láttam először Bibliát. Azt se láttam soha életemben Bibliát. És akkor így anyuka, tehát az anyós jelölt így kérdezte, hogy te hiszel Istenben? Nem tudom, hogy van vagy nincs, de különösképpen nem is érdekel. Úgyhogy 4,5 évet udvarolgattunk egymásnak, aztán házasságot kötöttünk, és anyósomék kezdtük el a közös életünket. Hát ott rendnek kellett lenni, tehát Imre a már kezdett akkor parodizálni, már megszületett az első, igen, első gyerekünk, Deti, és akkor kezdett elő eljárni a művészekkel, fővárosi művészekkel konferált és parodizált is, és hát sokszor későn jött haza, úgyhogy anyósom ott apósom mellett sírt, én meg a másik szobába sírtam, és egyszer megvárta a papa, és mondta neki, hogy innen, ezután csak ketten mehettek el mindig. Na, úgyhogy így aztán valahogy ez rendbe jött, elköltöztünk tőlük 5 év után, és akkor kezdett így zuhanni a mi házasságunk lefele, mert már akkor mindig többet és többet járt el, közben megszületett a második gyerekünk is, és odáig jutottunk, hogy, vagyis én már nem bírtam tovább ezt az egész állapotot, hogy elválunk. Mondtam, hogy anyukának is, hogy én ezt nem bírom idegileg, hogy hajnalba jön haza, meg sosincs otthon, meg minden az én vállamon van, és tudtam, hogy más hölgyemények is vannak az életébe, tehát, hogy akkor zárjuk ezt le. Úgyhogy meg is beszéltük, hogy elválunk. Én maradok a gyerekekkel a lakásban, ő meg elmegy a véletbe, és akkor beteg lett, a szíve kezdett leállni neki, elvitte a rohammentő, és akkor, na mondom, jó nézek ki, másnál kihajtja magát, én meg itt még ápoljam is. És anyuka mindig mondta, hogy vagy a jó Isten megsegít. Én nagyon tiszteltem az anyósomat, mert nagyon aranyos, kedves asszony volt, és nagyon szeretett engem, azt tudom, mint lánya úgy szeretett. És akkor kifakadtam, és mondtam neki, hogy ha van is Isten, akkor miért ilyen gonosz én velem? Miért csinálja ezt? Mit ártottam én neki, hogy most itt maradok 2 gyerekkel, és egyedül kínlódva neveljem fel, és akkor már az én lelkemben is akkora viharok voltak, és olyan elkeseredett voltam, meg nem is láttam a célt, hogy most a gyerekek miatt muszáj összeszedni magam, de nagyon el voltam keseredve, hogy ebből a nagy szerelmi házasságból hova jutottunk. És akkor Imrét hazaengedte a prof, mert pacemakert akartak neki beültetni, de hát azért 32 évesen a nagy hiúságának ez nagyon nem tetszett, hogy neki pacemaker lesz. Hazajött, és elment a anyósoméknak a gyülekezetébe, sose felejtem el, várom, nem jön, egyszer látom a 6. emeletről, hogy lent jön és ugrál. Hát így néztem, hogy mondom, most már meg is bolondult. Hát mit ugrál ez? És jött fel lelkesedve, mondta, hogy ő megtért. Mondom. És hogy megváltozik minden, most már tökéletes lesz minden. Na, mondom, ezt már olyan sokszor hallottam, hogy minden tökéletes lesz, de aztán sokáig nem működött ez. És amikor bent volt a kórházba, akkor
bekérte a Bibliát. Nekünk egy olyan esküvünk volt, hogy Imre akkor kiszvonalon futott nagyon, hogy nagy kis esküvünk volt, és a családi háznál az anyósoméknak a lelkésze megáldott bennünket, és kaptunk egy Bibliát tőle, amit úgy vetettem, és amikor poroltam a könyvészekrényt, azt is úgy leporoltam. És akkor mondta, hogy vigyen be neki a Bibliát. Na mondom, jó, most már még Biblia is kell neki. És amikor meg így ugrálva hazajött, na mondom, kész, vége. Most már tényleg elment az esze is, és mondta két hét után, hogy főzek már úgy vasárnapra, hogy menjünk el együtt a gyülekezetbe, mert néha azért elmentünk a gyülekezetbe anyós és após kedvéért, húsvétkor, karácsonykor, alig vártuk már, hogy mehessünk ki, rá tudjunk gyújtani, mert azért másfél óráig nem lehetett rágyújtani, cigiztünk akkor mind a ketten. És én, jó, mondom, elmegyek veled, persze elmegyek. És az ott akkor egy amerikai lelkész prédikált, és rólam beszélt. Ő is ugyanezen a hatalmas lelki tusán ment át, és ő öngyilkos akart lenni, amikor egy hang megszólította, az Úr Jézus Krisztus. És akkor a végén azt mondta, hogy aki szeretné ezt a békességet megkapni, és szeretné, hogy az Úr Jézus rendbe hozza az ő életét, mindenki hajtsa le a fejét, és tegye fel a kezét. Hát én azért felnéztem egy kicsit, hogy tényleg mindenki lehajtotta a fejét, és egy ilyen picit feltettem a kezemet, hogy na, én szeretném. És utána azok, akiket feltették a kezüket, azokat behívta, és hát angolul imádkozott értük, de hát én nem tudok angolul, csak utána mondta, aki mellette volt, az a testvérnő, hogy Évike, rossz a házasságotok? Valami probléma van? Mert mondom, miért? Mert erről senki nem tudott, csak anyósom tudta, hogy rossz a mi házasságunk. Mondom, miért? Mert azt mondja, ez az amerikai lelkész a házasságotokért imádkozott nagyon. Értetek? Jó. És amikor hazamentünk, minden elcsitult, akkor én odaálltam az Úr elé, hogy Istenem, én még mindig nem tudom, hogy te vagy nem vagy. Ez a sok ember hisz benned, de én még nem tudom. Én szeretnék egy olyan bizonyosságot kapni tőled, egy olyan belső bizonyosságot, amiből én tudom 100%-osan, hogy te tényleg létezel. Nekem mutasd meg magam. Ez az első kérésem. A másik az, hogy végezd el bennem, hogy tudjak megbocsájtani. Én soha nem tudtam igazából megbocsájtani. Én 10 évre, meg 15 évre menőleg is fel tudtam hozni a dolgokat, és fejéhez vágni a másiknak, hogy azt is úgy szeretnék végre igazából megbocsájtani, megszabadulni ettől a lelki kintől, ami már annyira gyötör, és hozz rendbe, kélek, az én házasságomat. És ha ezt nekem te teljesíted, én ígérem, hogy életem végéig neked fogok szolgálni. És akkor éjszaka ott megkaptam azt az érintést. És az, ugye annak most már lassan 40 éve, de azt soha senki nem tudja tőlem elvenni. Tehát egy olyan, ezt nem is lehet így elmondani. Egy olyan érintést kaptam, hogy tényleg vagy Uram, és tényleg velem vagy, és amikor másnap leültünk és elmondtuk egymásnak a mi szennyeseinket, és meg tudtam bocsájtani. És hála az Úrnak ez azóta is működik, és hátam mögé tudtam én is dobni, mert azt mondja az ige, ugye, hogy az Úr Jézus úgy bocsát meg, hogy a hátam mögé dobja, és meg se emlékezik róla sose. És hogy bennem is teljes bizalmat vissza tudtam adni a férjemnek, teljesen el tudtam felejteni azokat a mély sebeket, fájdalmakat, amiket át kellett élni, és rendben jött a mi házasságunk. Ennek most már ugye 49 éves házasok leszünk lassan, és 54 éve ismerjük egymást, úgyhogy ez nagyon hosszú idő, és én azóta az Urat szolgálom. Sok mindenen át kellett menni, de jó az Úr mellett mindig dönteni. Vannak azért hullámvölgyek, mert vannak, sőt, ahogy korosodik az ember, ugyanúgy vannak, mert azt hiszi az ember, hogy mikor már ilyen sok évet leél a másikkal, hogy hú, már minden olyan szuper. Nem.
Vannak, amikor nehéz a másikat elhordozni, nehezen tudom eltűrni azokat a dolgokat, amit máskor könnyen, de olyankor mindig magamban nézek. Hogy Uram, most miért megy ez nekem ilyen nehezen? Kevés bennem a szeretet? Kérek tőled, adj nekem szeretetet. Úgyhogy ez ilyen tömören, röviden. Még csak annyi, hogy az én családom nagyon megdöbbent, amikor elmondtuk, hogy megtértünk, és hát egy időre ki is tagadtak bennünket, úgyhogy nem láthattam a szüleimet, meg az unokák sem mehettek. De ebből is jót hozott ki az Úr. Tehát, hogy ebből is azt hozta ki, hogy ők érezték, hogy mi szeretjük őket, de az Urat nem hagyjuk el soha többet. Tehát nekünk ez fontos. És már mindegyik elment erről a földről, de mi hiszük, hogy találkozásunk lesz velük odafent, mert én hiszem azt, hogy mindegyik oda ment. Tehát ők, az anyukám az úgy tért meg, hogy be is merítkezett, mert ő a baptistákhoz járt, de az édesapám meg a nővéremről is hiszem, hogy ott vannak. Hát az Imre szülei meg tudjuk, hogy ott vannak. Nem kéne hozzátenni semmit. És akkor én is megúsznám szelíden, hogy már megint annyit dumál ez az, ezért miért? Azért, mert egyszer mikrofont kapott a kezébe, és kiderült, hogy még jó hangja is van valamihez. Hát mondom, végre egy jó tulajdonság. Oda azért visszamennék, mert az is nagyon veszélyes a mai világban, hogy milyen rabságban van az ember. Nagyon könnyen elrabol az ördög különféle területekről, olyan helyekről is, ahol lehetne építkezni, akár egy színész, akár egy előadóművész, akár egy festőművész, nem kell, hogy művész legyen, hanem kik a szolgálatában, emberekkel foglalkozik, vagy ha nem azzal, akkor... Szóval mindenkinek megvan az, ahol be tud tartani az ördög, sőt, azon igyekszik, hogy ne legyen örömöd, ne tudj alkotni olyat, amit az Isten sugallatára, vagy már, ha már megtértél, akkor az Isten vezetése alatt tudod megcsinálni. Nem nehezen viseli az ördög, hogyha az Istennek köze van valami jó. De azt elviseli, hogyha valami népszerűség, hogy nyomjuk még, nyomjuk, gyerünk, ilyen vetélkedők, olyan vetélkedők, hadd foglalkozzanak velük, aztán az ellenkezőjét megírják a lapok felváltva, hogy mi történt velük a magánéletükben, meg stb. Nem is akarok a bulvárvilágról többet beszélni. De még abban az időben is, az én megboldogult fiatal koromban, ami már, tényleg már, most már 71 éves lesz a jövő héten, igen. Szóval bekerülni akkor, hogy egy vidéki gyerek, sőt, egy tanyasi gyerek, hiszen Hajdúböszörményi tanyavilágban nőtte meg egészen 11-12 éves koromig, a szüleim ott éltek, és ők is szerettek volna több gyereket, vagy 8-at mondjuk, mint a édesapámnak a húga, vagy édesanyámnak a testvérei, akik 4-5 szültek, de nem adatott meg nekik csak ez az egy. Hát biztos tudta az, hogy sok baj lesz a fickóval, és akkor elég lesz ott nekik, szegények, így is sokat birkóztak. Igen, mert nehezen emésztették, hogy hivatásos előadó művész a gyerekük. Szóval az gáz, az egy idegen terület, maga mutogatás, stb. Aztán hát jó, hát én poént csinálok, de hát az mi volt? Hát egy alkalmi nevetés a közönség részéről, azt nem hordozta a szívében egyetlen egy közönség se. Maximum szimpatikusabb voltam, mondjuk hosszabb hajjal, meg mit tudom, egy nem ennyi ránccal, de hát én ezt kihasználtam. Nem is a művészeti vonalon is, mert a legnagyobb sztárokkal léptem föl, tehát lehet mondani a nagy idős sztárokat, akik ma, sajnos már hullanak, mint a legyek. Kós Jánostól kedvesen sorolhatnám az összeszórakoztató ipari művészt, hogy igen, egy olyan pálya volt, amiben persze én lubickoltam. Persze szerényen, vagy talán szerényen lehet, inkább talán ez utóbbi volt az erősebb. Nem, hát jár ez nekem, nem? Hát... Jóképű vagyok, szeretnek, minden, hívnak a rádiókabaréba, hívnak ide, oda, visznek balatoni turnéra, országos turné, sztárokkal, legismertebb sztárokkal, hiszen akkor csak egy rádió, meg egy tévé volt, ismerte őket. Én is szerepeltem, elég volt, hogy 4-5-ször szerepelnem már, abból éltem 2 évig, mert mindig hívtak. És élveztem ezt, de főleg azt, hogy én rajongok ezért, mert nem rossz műfaj ez, hogy kimennéd, megtapsolják az embert, stb., hanem élveztem azt is, hogy tetszem a csajoknak. Jó, hát hogy azért, mert színpadi ember vagyok, azt később jöttem rá. Hát hogy hát ez egy üzlet.
Hát ez nem azért, mert olyan jó fej vagy, vagy annyira izé menő lennél. Hidd el, hogy az, de nem az. És ördög fényezte ezt a pályát, fényezte olyannyira, hogy már tényleg én nem tudtam egyáltalán azt mondani, hogy most hogy is van az én kapcsolatrendszerem, most ez mi, és a telefon még akkor ugye egy volt, ugye vonalas volt, ugye, vonalas telefon, és hát voltak azért olyan vagányok a hölgyek, hogy azért hajnalban is fölcsörgettek, miért ne. Hát tudták, hogy nős, aztán hagyd legyen egy kis balhé, akkor majd meg kiderül, hogy megbízható a fickó, vagy nem. Az a nagyon-nagyon csúnya történetei voltak, tehát én birtokolni akartam. Én csak jó ízűen úgy fogalmaztam, hogy én a szeretetet birtoklom, hogy szeret a közönség, meg szeretek az emberek. Nem. Birtokolni akartam, hogy utána én birtokoljam a hölgyet. Ha lehet, akkor ne is egyet egyszerre, hanem stb. És akkor már az évi tett jelölést, hogy hát az úgy kihajtotta magát 32 éves, hogy tessék, itt van. És azért az csoda, hogy nem az, hogy 32, bárki lehet beteg, meg súlyos beteg, sajnos a mai világban meg nagyon sok fiatalról hallunk, és imádkozunk érte, és harcolunk, és stb., mert fiatalon kapjan, és nem csak a Covidról van szó, sok másról, és hát bizony, igen, ez egy őrült világ, és isteni csoda még, hogy vannak egészséges emberek. Az egészséges embereket én úgy értem, hogy akik Isten félők, és Isten félelmében végzik a munkájukat, vagy épp a tanulásukat, mert azért, amikor tényleg megtörtént ez a megtérés, először érdekből természetesen, de azt is az Isten úgy rendezte, hogy ilyen simán. Kórházban ki volt a betegtársam? Egy történelem tanár, aki egyébként eredetileg lelkész volt, csak kirúgták szegényt, mert azért a lelkész nem kell. Abban a világban nem kellett a lelkész, nem is kapott állást, csak tanári állást. És az az emberrel jókat beszélgettünk. Édesanyám elmondta, hogy tizen nem tudom hány éve imádkozom a kamasz fiamért. Mi jó, hát konfirmáltam én 14 éves koromban, csak hát 4 fős volt a gyülekezet Debrecenben a Csapókerti református templomban, és hát oda járjak én, hát nem, hát most már meg szabadon vagyok, már most már középiskolás, most már ez az, meg barátok, ez az, nem foglalkoztatok különösképpen, de édesanyám elmondta, hogy 11 nem tudom hány évig imádkozott azért, hogy a fia legalább forduljon az Isten felé, mert magatartásban nem volt velem gáz, nem káromkodtam én tulajdonképpen, sőt, megvédtem az Istent, mert nagy szüksége van ám az Istennek, hogy megvédjük mi, kis gyarló emberek, nem, neki nincs erre szüksége. Nekünk igen. Hogy vannak-e érveim, hogy legalább érvekkel is menjek, ne csak érzelmekkel, vagy egy habitussal, hogy na most már ez, minden vagyok, ahogy szokták mondani. Én vagyok minden. Szórakozatóipari is, meg a lelki gondozó is. Nem működik az persze. A lényeg az, hogy édesanyám imáját meghallgatta az Úr, hogy akkor én már bekértem a Bibliát. És az említett jelentet már Évi elmondta, hogy ugrándozva mentem. Persze, hogy tudtam belül, már akkor meggyőződéssel tudtam, itt biztos fogok majd. Mert amit én eddig próbáltam kihozni magamból, hogy nem majd ígérgetek, meg nem megyek az éjszakai bulikba, meg éjszakai bár műsorvezetését nem vállalom, azokat lemondom, meg stb. De voltak kísérletezések, de ez nudit nem ért. Míg a szívemet át nem adtam Krisztusnak. És akkor ez megtörtént, akkor egy csodálatos folyamatba beállított. Olyan szabadulásokat engedett meg, hogy a cigiről egyik, pedig akartam vagy 10-szel lemondani, meg sikerült pár hónapig, nem sikerült. De Istennek egy érintésére letettem a cigarettát, és nem, máj napig nincsen tünetem, hogy vágyódnék rá. Még nem is volt abban az időszakban se. Még a doki is, te nincsen, mert vigyem, hogy később figyeld azért, mert a szervezeted jelzi, hogy azért két dobozzal szívtál, hogy meg ez, meg az lesz, Nem. Az Úr, én elvettem rólad, akkor ezt elvettem. Az már múlt idő, véglegesen. És aztán hasonló szabadítások ezekben a szituációkban is, hogy hát addig is olyan jó mikrofonhangom volt. Tehát mert jó képezve lett mondjuk a rádióban, meg közvetlen rádióban elég hamar megtaláltak, meg a körzeti televízió Debrecenben, de hát én már akkor kakniztam, és én ezt élveztem, de aztán rájöttek ők is, hát figyelj, mert hát ülj már be azért műsorvezetése is délutánunként, és akkor hoppá, akkor éreztem, óram, hát akkor ez most tőled van, vagy hogy van ez a pálya, akkor lehet, de nem akarom önfényezni magam, de hát mondom, ez egy jó, izgalmas terület, persze. Ugyanis három házas párral együtt imádkoztunk, és rendszerváltás előtt jóval, 1984-ben, ugye?
És a testvérek imádkoznak, és mindenki a saját szavaival, úgy, ahogy kell, közösségben szoktunk, és akkor az egyik megszólal, hogy és hálát adunk azért is, hogy Imrét használod majd az evangélium terjesztésében, a rádióban és televízióban. És ő is olyan zavartan, egy doktornőről van szó egyébként, egy főorvosnő, nagyon elismert mai napig. Szóval ő, az ő élete tényleg egy külön regény, majdnem azt mondom, szívesen beszélnék róla hosszabban. A lényeg az, hogy hát ő is úgy egy kicsit meghúzott, hogy bocs, hogy de hát nekem ez jött a lélekből, nem, nincsenek érveim, hogy miért, meg hogyan. És akkor imádkozza, és akkor eltelt pár év, és egyszer csak lejött a roló. Hát mondom, hát ezt imádkoztam, hogy délután műsort vezetek, és ismert közéleti embereket hívok be, művészeket, sportolókat, tudósokat, és hogy beszéljenek a hitükről, és jó gospel zenét teszek be a rádió délutáni műsorába. És ez egy hallgatott népszerű a közveti rádióban, hogy van egy jó hírünk című műsor. És akkor mondom, Istenem, hát ezt valaki átadta meg, profétát. Hát te proféciát hallottam akkor, mert ez már évekkel ezelőtt elimádkozta a doktornő, hogy itt ezt fogom hirdetni. Hát miért? Mert az Isten úgy szerkesztette meg, hogy hirtelen a rokonaim, akik Amerikába éltek, vagy kollega, aki éppen kinti tudósító volt, és megkértem rá, hogy csinálj meg gospelizét, próbálj meg interjúkat, összeállt a műsor, az Petőfin is ment aztán, nem is tudom, 14 évig, Jenei Erzsébet kiváló zenei szerkesztő Magyar Rádiónak kiválósága, hát neki köszönhetően, mert ő belsős volt, én meg ugye külsőben dolgoztam, és együtt csináltuk hosszú ideig a Gospel magazint, de engedtessék meg, mert itt mindenki csak fiatal, hogy az olyan története, ő meg pláne, igen, jönne annyira? A gyanús, nagymama lesz majd, ugye? 40 év múlva. Jó. Már lassan, igen. És bizony volt olyan, hogy az Erzsi mondta, hogy te, azt mondja, nagyon nem tetszik nekem, új vezetés lett a rádióban, most nem érdekes a politika, de esetleg majd lehet, hogy elmondom, akkor sejthetitek, hogy honnan, merről. Lényeg az, hogy te, Imi, rossz hírban, mert nagyon fúrják a műsort. Hát mondom, te, hát egy hallgatott műsor, és igen, csak akkor mi azon nem gondolkodtunk el, hogy a Cliff Richard, akit nem biztos ismertek ti, nagy bólogat a fiatal, nagy zeneértő ezek szerint, mert hogyha őt ismered, akkor könnyű zene azért megvan neked. Hát igen, bizonyám. És nem írták ki a rádió újságba magyarul, hogy ne tudják meg, hogy Jézusról énekel a Cliff Richard. Tehát ilyen trükkök is benne voltak, és az Erzsé mondta, hogy te figyelj, nem figyeltél még ilyesmire? Hogy nem adják a főcímet, mert nem lehet erről beszélni, meg arról, meg valaki utólag megvágja, meg a lényeg az, hogy sugták, igen, és be is hívtak, hogy bocs, de megszűnt a műsor. És akkor hát mondtuk, hogy de miért? Hát azért, mert térítünk vele. Ja, és akkor hál' Istennek, én úgy gondolom, hogy akkor legalábbis jó poénnak tűnt. A lélek adta, hogy de mondom, nem tudunk téríteni. És ez kijött a torkomon, de mondom, uram, akkor azt mondja, miért mond? Ja, kapcsoltam. Partnere tudtam lenni az Istennek, az ő sugallatára, és menéztek rám a két vezér, a rádiónak a két vezére, hogy mi az, hogy igen, térítettél. De mondom, nem tudunk téríteni. De tényleg nem. Hát egyről a Szentlélek is nem tud téríteni, Nagy Imre nem, meg Jenei Erzsi sem. De mindegy, eltakarították a műsort, mai napig nincs gospel magazin klasszikusan. És a további csodák pedig azok voltak, hogy az Isten megáldott azzal, hogy én nem akartam egy közéleti tévében vagy rádióban lenni. Már akkor is, már azért, ahhoz már koros voltam, én tudtam, hogy hosszú távon nem lehetek képernyős, még hogyha az voltam egy jó ideig, hanem de hát akkor a hangommal járt. Majd az Úr megengedi, és akkor továbbra, és úgy alakított mindent, hogy ma már én gyakorlatilag más már nem is nagyon csinálok, csak komoly ilyen riportokat, történelmi dolgokat, illetőleg evangéliumi műsorokat szerkesztettem hosszú évekig a Magyar TV-be, illetőleg a Duna TV-be. Éppen tegnap este ment egy ismétléses adásba egy amerikai magyar házaspárnak a törökországi szolgálata a menedékről. És visszatérek akkor egy kicsit időben is, hogy azért az csoda volt meg én, amikor közösségre talál az ember.
befogad a közösség, és nem azért már, mert jaj, művész úr, a Nagy Imre művész úr, jaj, tisztelte, jaj, így, de nem csíptem. Már utáltam ezt, mondom, nem vagyok már művész úr. De az a gyülekezet, tehát lélekben az úré, ők barátilag is tudtak tanácsot adni, de úgy is, hogy az igével, mert nem volt annyi igéismeretem az elején még, hogy én ezt értsem, és azonnal készen volt, azonnal tudta, hogy mit kell mondani Nagy Imrének, hogy vegye a lapot. A másik jellegzetes történetem elég sokszor eszembe jut ez, mert sokat tanultam belőle, hogy azért dolgoztam akkor tévében, rádióban, és azért az időben elvitte néha vasárnap délelőttöt is, mert forgatni kellett, vagy éppen olyan munka volt, az délelőtt lehetett elvégezni. Ott nem mondhattam, legalábbis akkor ebben az állapotomban úgy éreztem, hogy hát ott nem az a munkahelyem, ott le kell tenni a voksot, és igenis én gyülekezetben nem járok attól, míg az úrhoz tartozom továbbra is, és ugyanúgy ragaszkodom hozzá. A lényeg az, hogy vagy kétszer-háromszor nem tudtam menni abban az időszakban, és az egyik egyébként közel álló testvérnünk, akivel tehát jó haverságban is voltunk, megyek be, és azt mondja, Imre, nem lesz ennek jó vége? Mi van? Mert láttam az ábrázat, zavartan. Hát, hogy már nem is tudom, hányszor nem voltam a templomba. Hát ez így nem lesz jó, ezt ne csináld. Saját érdekedben. De ilyen, majdnem ilyen stílusban. Hű, és van, ez nem baj, le vagyok forrázva, csendben maradtam kéz, békességgel hazamentem, de már délutánra nem volt meg a békességem, mert itt képzeled a csaj magáról, hogy így meg úgy, és kihozt engem, és a többi, és a többi. Nem, még szerdán is ez járt az agyamba. Csütörtökön is ez járt az agyamba. Hát már most az agyamra megyek saját magam, hát nem igaz. Hát ilyet, és akkor, hát mondom, miért foglalkozom én? Hát ezt mondta, azt mondta, mert bolond, és kész. Hát, de nem, az úr hozzám szólt, hogy te akarod ezt a szituációt tisztázni? Hát mondom én magamban, persze, hát jó lenne, vége lenne, nem foglalkoztatnám, másra törődnék, meg nem térne vissza ez a gondolat. Hát azt mondja, akkor csend, tegyél valamit. Hát mondom, jó, hát én mit tegyek? Hát kérjél bocsánatot. Én bocsánatot? Hát ő sértett meg, nem? Hát akkor hogy jövök én ahhoz? Rövidítve a történetet. Kész voltam, uram, hát végezz el a munkát, akkor én hajlandó vagyok bocsánatot kérni. Mert ugyanis a kérdést így tette fel az úr, hogy te tényleg akarod rendezni? Akkor őszintén válaszolj. Ha tényleg akarod rendezni, akkor kezd el te. Megtörtént, szegényt meg látom előtte az arca, jön a lépcsőn le, mikor bementünk a templomba, és meglátott engem, már zavar, de szegény nem tudott hátrafelé menni, jött le fel a lépcsőn. És akkor vette is a lapot, hogy mondom, szia, csak annyit akarok kérni, hogy Isten tisztelet után majd tudunk beszélni. Nagy levegőt vett, azt jó, hogy ne beszélnénk, persze. Elmondtam neki három mondatban, bocsáss meg, azért akarok veled beszélni, mert egész héten forgattam veled a haragomat, és azt a haragot le akartam tenni a Jézus Krisztus keresztje alá, az ő vére alá, és nem akarom ezt a haragot hordozni, bocsáss meg érte, ezzel megsértettelek, elkezdett pityeregni. Hát én ilyen, nekem kellett volna bocsánatot kérni. Na nem, az Isten ezt így akarta. Végig, hát milyen jó barát lett, sokáig, amíg ott éltünk, hát a közösségünk volt vele. Mert az Úr rendezte le, tudjátok? Ha az Úr kezében van, és odaszállom magam, akkor van belőle az igazi győzelem. Addig vannak részsikerek. Mert alkoztam, hogy akkor Uram, akkor mutasd meg, de akkor ezt azért hagyd már meg nekem ezt a pályát, hogy hát azért azt tapasztaltam meg, hogy ha megvan, bár úgy lenne nálam, és te hiába itt van a évtizedek már mögöttem a hitéletben, bizony, persze. Ott vannak a saját elképzeléseim, a saját akaratom, meg hogy miért, meg most is ez miért történik. Hát miért történik? Hát mert az ördög azt nem szűn meg létezni, hát nem tudod jól, ti is tudjátok, nem? De jó hírünk van, ugye? Hogy az Isten megjelent Jézus Krisztus által az ő szeretetében, kegyelmében, és nem változtat rajta. Akkor sem, ha engedetlen voltam. Akkor sem, ha dacos voltam. Ezen ő nem változtat. Engem megengedi, lehet, hogy megpróbáljon. Megengedi, hogy na figyelj, akkor inkább ez. Azért legtöbbször még időben azt mondom, hogy köszönöm Uram, de inkább akkor én nem próbálkoznék én ezzel. Jobb, hogyha ott van.
És elkövetkezett az az időszak valóban, amikor kértem is az Urat, hogy ha már ebben tehetem még a dolgomat, még van annyi kapacitásom, hadd tegyem azt, hogy az Isten dicsőségére és valóban a szó szerint az emberek javára tudjunk szolgálni. A másik, hogy egy más közötti viszonyban is, hogy hogyan munkálkodott az Isten. Hát azt mondtam, hogy egy ember hogy tudta elviselni, amit Évinek kellett elviselni velem kapcsolatosan. Ez az őrületet. Hiába tanultam, én meg is jegyeztem, még büszkén mondtam is, hogy na, majd én ezen erőlködök. Egy világhírű színész mondta, hogy nem az az igazi férfi, aki több nőt ki tud elégíteni. Nem, nem. Aki egyet és örökre a földi létben, egyet, azt az egyet tudja szeretni, minden tekintetben tisztelni, és azzal jó lesz neki a testi-lelki kapcsolata is biztos, ha annak van azt az egyet. És annyi mindent megtanított az Isten. Hát az maga csoda volt, hogy Vágó Évi, aki a két embernél több előtt kellett megszólalni, akkor már zavarba volt. És most én vagyok büszke rá. Nem most vagyok büszke rá, hanem azóta, amióta megtapasztaltam, hogy az ember prédikál, bizonyságot tesz, erővel, hatalommal. Bibliórát vezet, erővel, hatalommal. Mit csináltál? Szerintem ott hagyom a pályát. A rádiós újságíró pályát ott hagyom, hát ennyit nem tudok megfogalmazni. Hát nem, na, mit mondtam, ugye? Ki mondja a lényeget, az igazat? Jobban, mint a gyakorló. Hát a gyakorlati pálya az kevés. Az igazi, a belső. Ha 100%-os, ez is az száll is ennek, és igen, büszke vagyok rá, hogy nem az, hogy tanít. Igen, a szolgálatban van. Mert van miért hálát adnunk, akkor is, hogyha a harcok között vagyunk. Mi idősebbek, vagy ilyen bajjal, olyan bajjal, olyan bajjal, meg támadásokkal, de az Isten dicsőségére ad mondjuk, hogy a gyerekeink is. Hát a lányunk hamarabb döntött, mint én egy évvel talán, hogy na most már ez végleges az Isten járásban. Úgyhogy innen már tudom, valaki jelentkezik, hogy ahogy közben akar szólni. Ti akartatok valamit kérdezni? Jó? Azért, amikor megtértünk, mindig elfelejti, nem tudom, hogy tudatosan, vagy csak tényleg elfelejti, hogy egy évig ugye szuper volt, mert mind a ketten tanulmányoztuk együtt a Bibliát, sose felejtem el, mondtam neki, hogy de mit jelent az, hogy a disznók elé ne dobáljuk a gyöngyöket? Tehát, hogy még én akkor ismerkedtem a Bibliával, tehát nekem minden, még azt se tudtam, hogy Ádám és Éva miért ezt csinálták. Én nagyon sokáig haragudtam Évára, meg Ádámra is. Mert miattuk van most ti ez a földön, ez a nagy szenvedés, meg minden, mert ha ők nem csinálják azt, akkor milyen jó lenne nekünk a paradicsomba. Na és akkor egy év után Imre visszaesett, és azért három kemény évünk volt utána. Nem ment úgy vissza, tehát nem nőzött meg, nem haknizott, de lelkileg teljesen visszaesett, egy csomó kérdőjel volt benne, nem értett sok mindent, mert sok mindent észel akart felfogni, és az nem működik. Tehát a Bibliát észel nem tudjuk felfogni, azt vagy elhisszük, vagy nem hisszük. Tehát ez a két lehetőség van. És azért kemény három évünk volt, nem volt könnyű időszak, és ebbe a kemény három évbe 11 évesen a lányunk döntött az Úr Jézus Krisztus mellett. Úgyhogy ez egy akkora csoda volt, és emlékszem rá, hogy amikor mentünk az ő bemerítkezésére, mert mi csak reformátusok 6 éve vagyunk, mi baptisták voltunk, és akkor mondta a férjem, hogy jó, elvisz bennünket kocsival, jó? És aztán jó, beáll oda a parkolóba, jó, kiszáll a kocsiból, jó, és akkor bejött, és éreztem, ahogy így mellettem volt, hogy így rászkódik, mondom, mi van vele,
Oda néztem, és összetört teljesen. Az úr annyira még szégyenítette, ahogy később elmondta, hogy a lányunk 11 évesen tudott dönteni, és tudta átadni az életét, ő meg itt vacillál, és akkor újult meg igazából az élete, és azóta áll az úrnak, egyenesben van. De az a kemény 3 év alatt, én nagyon gyenge hívő voltam akkor még, hát egy éves hívő voltam, gondoljátok el. És ha nincsenek mellettem az én imatársaim, akik segítenek és hordoznak engem, akkor én biztos hátat fordítok. Mert egy csomó kérdőjel volt bennem, hogy miért? Hát ha egyszerre megtérünk, Uram, akkor most miért? És már annyit szenvedtünk, és egy csomó miért? És ők támogattak nagyon, de nagyon hitbe engem, és hordoztak imába. És én nagyon megerősödtem, az biztos a 3 év alatt. És volt bennem egy ilyen, hát lelkigők, hogy én már milyen érett vagyok, meg még... És hogy az úr mennyire tudja, hogy a családnak a feje a férfi. Tehát ő a családnak a papja, és olyan hamar túlszárnyalt lelkiekbe, tehát felnövekedett, hogy át tudta venni azt a szerepet, hogy ő a családnak a papja. És azt is megmutatta az úr, hogy ez bűn, tehát hogy mindig tanulunk. 40 év után is, vagy valaki 50 éve jár az úrra, akkor is mindig rácsodálkozunk dolgokra, mindig tanulunk valamit. Vagy éppen amit már megtanultunk, abba visszaesünk. Tehát én megjártam ezeket az utakat is, hogy már azt hittem, hogy fú, de szuper vagyok benne, és akkor átbuktam, hogy na, jó mondom, nem vagyok szuper. Uram, te vagy a szuper, és te segíts, hogy ezt megint tudjam úgy hordozni, vagy vinni ezt a dolgot. És a gyerekünk, a lányunk akkor, amikor döntött, ő most már 47 éves, de azóta is az úrral jár. Az úrtól kérte el a párját, olyan párt kapott, akinek mi nem nagyon örültünk, de aztán örültünk neki utána. Miért a párt? Szeretjük. Nagyon szeretjük, tényleg az úrtól van. Tényleg ők elkérték egymást, 3 gyönyörű unokánk van tőlük, 19, 17, meg 13 évesek, és 2 már döntött az Úr Jézus Krisztus mellett, még a fiú nem. A fiunk, ő neki megvan a kapcsolata az Úrral, csak a közösséget nem tudja még úgy elfogadni, az nehezen működik valahogy. De a városi tévére dolgozik, igen, és sokat dolgozik hétvégén is, de ez csak kifogás. Szerintem. De viszont a kisunokánk, most 7 éves, a Szandra, és 2,5 éves volt, amikor ott voltak nálam. Ja igen, amikor én konfirmáltam. Mert amikor a református egyházba kerültünk, Pestre jártunk be egy közösségbe, és ahogy kezdtünk öregedni, már hát nagyon macerás volt mindig kocsival bemenni. Nekem több szabadidőm lett már, hogy az unokák kezdtek nőni, nem kellett annyit rájuk vigyázni, és szerettem volna jobban részt venni a gyülekezet életébe, mert azért Imre hol volt, hol nem volt. Hogy egy kicsit aktívabb legyek, és hát Pestre bejárni, meg vissza Erdőkertesre, az nagyon macerás volt, és elkezdtünk keresni egy gyülekezetet, és ott megtaláltuk a református gyülekezetet, ahol lakunk. Lefele nekem 6 perc, felfele 8 perc, mert hegyre kell fölmennem. És ott nagyon nagy, amikor bementünk, és megéreztük azt a közösségnek azt a meleg lelkületét, ami ott van, annyira családias, annyira, hát nagyon szeretünk oda járni, és ők is befogadtak bennünket. Viszont szóba került az, hogy... Hát ugye Imre konfirmált 14 évesen, hogy én. Hát mondta a lelkészünk, a Tiszi, hogy nem muszáj konfirmálnod, de ha az zártóra van, valami döntés van, akkor neked ki kell menni. Hát én megyek ki, Imre megben marad. És mondta, hogy igen. Igen, a bemerítkezés elfogadja kerességnek, mert engem ugye mesekereszteltek annak idején, de konfirmálni kell. Hát azért egy ideig pufogtam, én
36 éves hívőként konfirmáljak? Hát fú, gondolom. És én úgy tudtam, hogy az 2 éves. És akkor a lélek győzött bennem, vagy a hiúság, nem is tudom, hogy Ibre bemaradt, én meg nem maradhatok benne. Meg hogy nem vehetek részt úgy a gyülekezet életébe. És akkor szóltam a Tiszinek, hogy jó, konfirmálok. Jó, azt mondja, szeptemberben indul, májusban szoktott vége lenni, és akkor lesz. Hát mondom, nem 2 éves, nem, azt mondja, a felnőtteknek csak 1 éves. És annyira jó volt, 12-en konfirmáltunk, és ebből 4 házaspár volt. Volt egy anya a lányával, tehát olyan sokan még sose, nagyon áldott volt, nagyon, nagyon jó volt, és sokat tanultam, érdekes, sokat tanultam ott a konfirmáció előkészítőn is, és akkor a konfirmációra eljött a Debrecenből a fiam, a menyem meg a kisunokám is, és olyan aranyos volt neki, annyira megtetszett a templom. És amikor legközelebb jöttek, akkor is mondta, hogy megyünk templomba, megyünk, mondom, megyünk. És úrvacsoraosztás volt, és együtt mentünk ki, és fogta a kezemet, és akkor nézett föl, és a tiszteletes ugye megsimogatta a fejét, és azóta is benne van, hogy az a bácsi engem megsimogatott, mert az engem annyira szeret. És most, hogy jár, iskolába már első osztályos, és református hittanra jár, és a hittanóra után hazamegy, az anyját leülteti, te hallgatod, anya, és én elmondom, most én tanítalak téged, és ő tanítja az anyját. És hisszük azt, hogy Éva is ugye egyszer, tudja boton, hogy egyszer a menyem is át tudja adni az ő életét teljesen, nem csak imelámmal. Egy. Nem tudom még ide. Milyen két dolgot szeretnék elmondani, és hogyha nem tudom, mennyi időtök van, csak egy rövid néhány verset olvasok majd a Bibliából, meg még két dolog eszembe jutott, hogy igen, persze az embernek akarni kell, meg, de hogyha ha elengedi az ember már, mint az Isten kezébe engedi, és nem, hogy majd csak lesz valahogy, aztán majd kibírjuk és kibírkozzunk, de tényleg úgy oda szánni, akkor azért történnek a dolgok valóban. És nem mindenkinél egyformán természetesen. Én is örülnék, hogyha az én szeretteim, vagy rokonaim, ismerőseim, vagy éppen az ellenségeim már holnap megtérnének. Én nem tudok senkinek, de én értelemben ígérni, hogy majd én besegítek neked. Nem. Ha szívemre helyez valakit, akkor oké. És ez egy ajándék volt most a szakmából eredően is, hogyha az Isten kezében van, akkor az jó irányt vesz. Én amikor nyíltan vállaltam, mert nyilván Debrecenben, meg abban az időszakban, 80-as évet, amit mondtam, hogy közveti rádióban elkezdődött, azért próbáltak ott is már fúrni, meg stb., meg furcsa emberként, vagy flúgosként bemutatni, de azért volt egy történet, amire aztán később derül ki, hogy miért volt az jó az ottani légkör. Már ide költöztünk, mármint hogy Debrecenből 22 évvel ezelőtt költöztünk ide, Erdőkertesre, és akkor meghívott egy volt kollégám, aki szintén a közveti rádióban dolgozott, csak ő hamarabb, azt hiszem, 1 évvel költözött a Nagy Gyuri, és Kossuthos volt, Kossuth nagyon sok műsort szerkesztett, volt krónika szerkesztő is. A lényeg az, hogy egy jó talentumú srác, szép hanggal, furcsa magatartással, de egy nagyon szelíd srác, és egyszer csak mondja, hogy te eljönnétek az Évivel, azt mondja, a templomban. Milyen templom? Hát a Újpesten, ahol lakunk, azt mondja, én most konfirmálok. És igen, Gyuri, jaj, örülök neki, mert jó haverok voltunk. És vele tudtam egyedül Debrecenben az összes közül úgy őszintén beszélni. Hogy mit, azt nem tudom, de kiderült, mert elárult az Újpesten, amikor kiállították, hogy akkor valaki akar, tegyen bizonyságot. És akkor elkezdte köríteni a Gyuri a sajnálást. Hát igen, én egy nagyon érdekes dolgot tudnék mondani, és egy kollégának köszönhető ez a dolog, aki éppen jelenleg itt van, épp a feleségével, aztán direkt be is rá is mutat, aki még nem tudná, akkor mi vagyunk azok. Na, mondom, egy Gyurika, ebből mit akarsz kihozni? És akkor elmondta a bizonyságtételét, hogy tudjátok, mikor kezdtem el Istent keresni? Amikor Nagyimi, az én barátom, kollégám,
elmondta, nézd már Gyuri, a negyedik botlásom, hiába, és meg nem jött össze. Te nem támoltad, biztos, de én számolom. Most egy hét alatt a negyedik botlásom, és már megint visszacsúsztam. Ez annyira meghatotta, hogy lelkileg látszik, hogy az ember bizalmasan megoszt valamit, elkezdtem az Istent keresni, addig nem érdekelt. Ez az Isten, ez tényleg ilyen? És ott kijelentett, hogy az Isten ilyen. Ugyanis minden embert, mi látványosan szeretjük, hogyha történnek a dolgok, legalábbis én biztos. Mai napig is szeretem, persze, nem azért, mert de biztos olgattam tévéből is. De nem a mögött vannak a gyönyörű történetek, ahol csendben történik. Mert Gyuri éppen mondta, erre csodálkoztam rá. Hívő lett ilyen, hogy be lehet ismerni még egy havernak, és hogy tévedtem, megint megcsúsztam, megint nem ott vagyok, ahol kellene a helyemen. Hát bizony, és a nagynénémnek utána nekem is eszembe jutott az ő tanítása, hogy átmentem a lelki gondozóhoz, nagyon komoly hívőben 8 gyereket neveltek föl, hitben, szeretetben, és azt mondja, én megint leteremtettem a férjemet, már megint kiosztottam a fejét. És akkor már ez sokáig ment, és mondja, hogy egyszer leült velem a lelki gondozó, hogy te Etus, ezt beszéljük már át. Te tudod, mikor kezdtél el járni hozzám, lelki gondozni? 2 éve. És tudod, hogy akkor minden nap voltál? Már én mondtam, hogy álljon már meg, már 2-szer voltál, most már 4/3-jára. Majd holnap, jó? De az elején majdnem minden nap jött. De azt mondtad, tudod, hogy mikor voltál most utoljára? 2,5 hónapja. Előtte is már ritkult, és úgy nekem eszembe jutott, hogy Istenem, hát egy lelki gondozó az persze teszi a dolgát. De az embernek fejlődnie kell, hogy vedd már észre, hát az Úr már mennyit dolgozott rajtad. Persze én is ott vagyok, hogy ezt is szeretném, azt nem, én már nem szeretném. Ha akaratoddal egyezik, akkor igen. És itt van az az ige, amit szeretnék veletek is megosztani. Annyit előzetesen, hogy 18, most már felnőtt korban léptünk, egy szövetséggel, úgy nevezik, hogy Protestáns Újságírók Szövetsége. Ebben benne van a Kossuth Rádiósok, Duna TV-sek, meg csomó keresztény író, meg pedagógus, meg értelmiségi, meg különféle, de az újságíráshoz valamilyen szinten köze van. És amikor megalakultunk, akkor teljes lelki egységben mi alapítók, egyébként Novotny Zoltán lett az elnökünk, talán ismerős név, elsősorban a sport közvetítésekben, de ő más területen is dolgozott, csak arról kevesebbet. És most jelenleg Nagy Katalin az ő fáradtsága miatt, mert már elég koros már a Zoli, meg sajnos a felesége nincs valami jól, elég beteges, sokat kell vele foglalkozni, és a Zoli kérte, hogy másfél évvel ezelőtt, hogy most már válaszol már új elnököt, mert így neki ilyen nehéz, és akkor Nagy Katalint elég egyhangulag megválasztottuk, ő pedig most a úgynevezett Orbán interjúról ismert hölgyemény a Kossuth Rádióban. Az alapigének a társaság, ez az egyesület ezt az igét választotta. Ez a Filippi 4, 8. versétől. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami kedves, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Amen, ezt kívánjuk nektek is. Nem kell Prusz tagnak lenni, Protestáns Újságíró Szövetségi tagnak, de ha valakinek van affinitása, hát itt ez az a pálya, ahol majd cserélünk címet és beszéljünk erről, de ha csak privát érdekel benneteket, majd igen. Köszönjük szépen, és természetesen, ami a legfontosabb, hogy ha kérdésetek, kérésetek van bármi mi felénk, akkor állunk rendelkezésetekre, és köszönjük még egyszer a türelmet, hogy megvártatok, hogy miközben nem ment el, senki úgy vettem észre. Köszönjük szépen. Én készültem jó riportárként, igen, és Imre, neked van még egy olyan történeted, ami engem nagyon meghatott, amikor édesanyáddal kapcsolatban is, szerintem sejted is, hogy mire gondolok, hogy igen, igen. Azt esetleg megoszthatod-e? Ja, igen.
Alzheimer kóros volt édesanyám. Csodás asszony, hát Évi már mondta, gondolom, hogy el tudtátok képzelni, hogy ez egy belevaló, következetes hívő néni vagy asszonyka volt. Ez tényleg igazán csillog a szemem most is előttem. Hát ő azért nem lehetett tanítóképzős, mert 8-an voltak testvérek, és már 2 arra ment, és már neki nem jutott az a hely, meg egyáltalán nem volt lehetőség, hogy otthon is kell segíteni. Tehát ő azért nem lett tanító, de később felnőtt korában tanító lett, mert egyetemistákat lelkigondozott, és jártak oda, és én még hülyét kaptam tőle, mint évitetlen ember, hogy itt van ez a jó csaj, az is mit keres itt? Még ezt a srácot megismerem, és mit kerestek ezek itt? És akkor édesanyám mindig tanított őket. És aztán ennek a betegségnek sajnos az, hogy visszafele töröl az agy, és a többi, és egyre kevesebb dolgot ismer föl is. A régi dolgok még megvannak, de a frisseket már így töröl az agy visszafelé. Hívő katolikus ember volt a klinikán a szakfőorvos, és imikén mondta, hogy ez sajnos visszafordíthatatlan. Ez a betegség az a betegség, amit igazán gyógyítani nem lehet, de kordában tartani igen. De gyógyulás ne várj, még az sem, hogy na majd jobb, nem jobbra fordul, csak valamit lehet elhúzni még. Nem egy hónap alatt zajlik le az a dolog, hanem 5 hónap alatt. De sajnos a folyamatot csak lassítani lehet. És bizony olyannal jár, hogy valamit gondozóintézet, stb., mert erre rámehet a család. És akkor voltak ennek a megjelenési formái, hogy télen ugye hálóingbe rohangált az udvaron a hóba, a két ház között, vagy pont fordítva, ugye a nagy melegben még fölvett csomó pulóvert, akkor szóval úgy törölt az egy példa, hogy a szomszéd jó ideig nem vette észre, pedig jó viszonyban voltak, naponta beszélgettek, mert azt mondja, hát beteg a Marika néni, hát hogy lenne beteg? Hát most elmondta nagy örömmel, hogy hát azt mondja, hát tudják, most megyek majd, és akkor megyek Böszörménybe, mert akkor meglátogatom már az édesanyámat, mert megyek is a busszal, hogy el ne kések is. Azt mondja, hát mind rendben van, hát tudjuk, hogy a vajdaböszörményi származásom. Oké, csak már az édesanyja nem él 20 éve. Szóval, na mindegy, ennyi, rettenetes betegség, és mondta is a doki, át kell értékelni, neked is a ritmusoddal nem fogod bírni reggeltől estig tévén, meg mindegy, meg hogy külön vagy. De lényeg az, hogy aztán az Isten megadta azt a lehetőséget, hogy egy udvaron két ház legyen, hogy egyedül gyerek vagyok, ki más lehetne, és már beszélni sem nagyon tudott abban az időszakban. Csak nem ismerte meg az öcsét például, csak úgy rámosolygott. Ez volt az a jó korszak még. De utána már teljesen mindegy volt, hogy kijött, meg nem jött. De azért arra észrevettük, hogy az Isten igéje, ha hangzik, vagy majd imádkozunk hangosan, arra érdekes és vevő. És karácsonyra készülődtünk, betettük, akkor még talán kazetta, most teljesen mindegy, valamilyen hordozón a Csendes éj című éneket, és mama egyébként gyönyörű hangja volt, ha képezte volna, lehetett volna is a tanárnők között énektanár is, és elkezdte a gyönyörű hangján énekelni, de minden verszakát hiba nélkül. És én mentem össze mentem, hogy ez csoda. Tudom, Uram, hogy nem fogod meggyógyítani, de megmutatod a te hatalmad, ami igaz. Csak mi nem akarjuk elhízni, olyan fenséges ízni a dologban, hogy ő van mindenek fölött, még a fölött is van. Hú, olyan messze van az Isten, hogy még a halál fölött is, nem. Ő a halál fölött is, Úr. A legsúlyosabb betegségben is, Úr, az Úr Jézus Krisztus. Tudod, Imi, tudod, fiam? Hát ezért énekel. Magyarul nem beelmebeteg az édesanyád. El kell menni, így fog elmenni, hogy bizonyos, azt nem magyaráztam meg az Úr, hogy miért kell neki így viszonyulni, vagy miért kell nekünk átélni, meg az ő közösségében. Sokan tanultak az ő életéből, és akkor világosan le is ugyanaz a roló, amit említettem, hogy amikor imádkoztak és profécia is megjelent, ez még nagyobb erővel ott jött, hogy hát ember, hát persze, hát valahogy el kell köszönni a földi világból, de örökké él. Örökké élni fog. És ti is, hogyha itt maradtok a Jézus Krisztus vére alatt. És mondtam, és gondoljatok bele, hogy utána volt egy pár ilyen műsor,
neves színészeket, meg barátokat, régi barátokat is megkértem. Ki volt az izé? Hogy hívták a énekes csajt? Mindegy, nem érdekel. Musical énekes volt. És azért kértem meg őt, hogy gyere már konferálni a Szent István Bazilikában volt az egyik, a másik, meg a Mátyás templomba. A Paplaci bácsit, az ökölvívót búcsúztattuk, a másiknál meg a Grosics Gyuszi bácsit, ugye? Igen. És hát az Zsufi volt meg minden, és akkor a lélek arra vezetett, hogy ezt a bizonyságot mondjam el. Oda jött a pszichiátriai társaságnak az igazgatója, oda jött a spanyol nagykövet, oda jöttek Szili Katalina, nem tudom milyen politikus, akár kicsoda politikus, és nagy hálaadásra megköszönt, hogy ezt a beszédet, ezt nagyon szépen köszönjük, mert érintve voltak valamilyen módon ők is, hogy hallottak ilyenről. És akkor világossá vált előttünk, hogy Jézus Krisztus él, és fölötte áll a legsúlyosabb, az akármilyen memóriát kitörlő betegségnek is. Fölötte áll az Isten. És ezt el kell fogadnunk. Nem ezzel kell foglalkoznunk, de tudatában kell lennünk, hogy mindennek fölötte áll. Tud arról, hogy én hogyan szenved, tud arról is, hogy mi hogyan szenvedünk. De annak, majd ezt is világos, most tényleg nem kényszeredett mosollyal jöttem be, hogy ennyi csomagot most két nap alatt megkapni, hogy utolsó pillanatban most például, akkor mondtam már, ugye, hogy a Kossuth Rádión elveszett az adás. Tehát ez most kivéthetetlen valami, de majd lesz valami. Nem tudjuk még, hogy mi, de valami lesz. De hát nem erre nézünk, mert bocsánat, hát akkor az ördög erre képes. Csak ha te hitben maradsz, és vállalod azt, hogy Uram, védj a kezedbe, és akkor forválj. És meglepődsz te magad is, vagy a környezetedben biztos észreveszik. Legalábbis én hiszem. Süveges Gergő jutott eszembe, tévés személyiség. Elkezdünk beszélgetni, minden. Hát én, mert ilyen talk show-szerűségben, amit mostanában is csinálunk, hogy a hitről is beszéljünk, valami lányunk gyülekezete meghívott, hogy szabadtéri lenne, és elhívta őt, meg a Eperjes Karcsit, hogy tanúságot tegyenek, és beszélgess már velük, de nyilván a Krisztus legyen a központban. Hát mindenki oda tette magáért elég rendesen, és azért fontos, hogy olyanok is megértsék, akik ahhoz a világhoz kötődnek, és egyébként nem is akarnak eljönni. Csak a szellemiséget, annak a lelkiségét meg kell osztani a másikkal, hogy akkor vagy a helyeden, hogyha Krisztusban vagy. Az igazi hely az az. És erre biztatok mindenkit, és köszönöm, hogy meghallgatod. Azt elfelejtettem mondani, hogy akkor mama, képzeljétek el, már tényleg semmit nem tudott beszélni, csak magukat, és mindegyikünkért imádkozott. Rendesen, érthetően, hát még jó, hogy ültünk, mert így teljesen ledöbbentünk, hogy világos lett az, hogy az ő lelke, a szelleme kész van. Tehát ő az Istennel kapcsolatban van, azért, mert ez egy betegség. És hogy mennyire külön lehet választani, és még volt egy nagy élményem vele, hogy mikor én hazaérkeztem a munkából, általában 3:30 fele, akkor ő mindig jött fel hozzám, és már a papa vigyázott rá, és akkor volt nálam valaki, akivel beszélgettünk, és a mama ilyen 3-4 percenként mindig felrohant, meg lerohant, és akkor egyszer hát kicsit mérges voltam, mondtam neki, mama, most imádkoznánk, ne tessék már jönni föl, és akkor megszólalt, jó van, hát nem mondtad, és nem jött fel. Nem jött fel addig, míg ki nem kísértem a vendégemet, már figyelte, hogy mikor megy el, és akkor utána feljött, hogy annyira érdekes, hogy a szellem, tehát a hitnek a dolgait, az teljesen fogta az ő lelke. Hogy ez annyira megdöbbentő, hogy az Istennel ez a kapcsolat még akkor is működik, amikor már így velünk emberekkel már nem tud kommunikálni. Egyébként, hogy ne beszéljek sokat, ez természetes, ez mindenkitől nem szabad adni neki ilyen kütyüt. De akkor meg hangosan beszélek, ad meg még cikibb. De cikibb, de nem befejezem a mai izét, mert elkezdtem mondani a kollégát. Na ki emlékszik, akit mondtam? Na, Gergő, a Süveges Gergő.
együtt dolgozunk, tudták rólunk, meg stb. Meg én már akkor köszönöm szépen, segítesz, igen. Hangmérnök is vagy? Jó? Még működjen egy pár évig így, és akkor ember lesz. Minden ember lesz. Ja, kicsit összeverjük egybe, az olyan érdekes utána, persze. No, a lényeg az, hogy Gergővel beszélgettünk, és a lányom még meghívták, hogy vele is beszélgess már, és akkor elkezdte a Gergő mondani, hogy te úgy irigyellek téged, azt mondja, olyan bátran mersz mondani, hogy hitedről, meg stb. Én meg tudom, miért irigyellek? Én is irigyellek téged, azért, mert te meg más vagy, mint a nagy Émi, hála jó Istennek egyébként, gondolom én sokak számára, hogy téged kérdeznek, Gergő, a kollégáid kérdeznek. Azért, mert te úgy viszonyulsz, vagy úgy viselkedsz, ami nem hétköznapi. Mert békességesebb vagy. Vagy te arra a bulira megkérdezik, hogy te Gergő, nem akartál eljönni arra a bulira? Mert érezted, hogy neked nem ott a helyed. Ennél nagyobb bizonyság nincsen, amikor kíváncsivá teszed a hitetlen kollégát, hogy vajon ez miért így csinálta, vajon miért ezt mondta, vagy vajon nem, vagy mint én is. Rácsoda, neked miért van ilyenkor békességed, amikor én fel akarok robbanni? Ilyen szituációban. Ha ezt is tudod tudatosítani magadban, hogy az a jó, hogyha jön a jelzés. Hogy igen, kicsit a fejemre kop, mint hogy ne dumálj már annyit. Igen, nincs több kérdésem, csak ez annyira jó kis történet volt, hogy sajnáltam volna, hogyha ezt most... Botond még ismerte az anyósomat. Kérdésem a következő, hogy van-e kérdés, van-e bármi gondolat, vagy akár ami megosztásra kerülhetne, akár egy érzés, vagy akár csak egy szó, akkor jelezzétek. Nekem lenne, én nagyon köszönöm azt, hogy az életet hoztátok ide, és az egész sorozattal ez volt a célom, a házasság sorozattal, hogy életszerű is legyen. Tehát ne csak memoriter, ne csak tanulnivaló, hanem ebben élet legyen. És azt kell, hogy mondjam, hogy az íre föltettétek a pontot, és köszönöm, hogy ebben az életben ebben volt magasság és volt mélység. És hogy ezek nem lettek elhallgatva, vagy nem lettek szépítve. Mert nincs mit. Tehát azt gondolom, az élet az ilyen, magasság és mélység együtt. És ezt köszönöm, hogy így ennyire őszintén együtt tudtunk lenni. Kinga? Én csak szeretném megköszönni ezt, amit az Alzheimerről mondtak, mert nekem a nagymamám szenved most ebben is, és ez nagy lelki fájdalom nekem, de ez most csodálatos volt, hogy így tekintetek erre. Ezt köszönöm. Mi talán ennyiben beszélünk hosszú könyvön, hogy sajnos akkor sokan érintettek lehet. Csak amikor már így teljesen elborul, akkor neki már jó. Tehát ő neki már jó, ő egy olyan világban él már, nekünk rossz, akik körülötte vagyunk, de aposom elmondta, hogy amikor még az elején volt anyuka, és tiszta volt, akkor nagyon tudta bántani, de a végén már ő már nem észlelt úgy semmit az egészből. Főorvos is valóban azt mondta egyébként nekünk is, ez a barát főorvos, így menélő, hogy egész másképp szemben, mindig a családnak, vagy a férj, bár úgy érztem, erre vigyázzon, legyen napra kész ez a szívetek, mert így ezért a napot, ő már szemben valóban szemben, nem hogy azt mondják, hogy sokkal jobb, tehát ahogy ő már, de, tehát lelkileg már ő nem úgy szenved, mint a körülötte lévők, ahogy mi láttuk őt, ahogy a, tényleg egy életvidám, egy erős hitű, és hát igen, és hogy épül lefele, és nem ismer meg senkit, és ami nekem például egy nagyon jó dolog volt tőle, hogy engem felejtett el utoljára. Hát ez egy olyan csoda volt nekem, én annyira, hogy engem felejtett el utoljára. És hát arra emlékszem, hogy jött föl hozzám, mert már tudta, hogy otthon vagyok, és nagyon mérges volt. Mondom neki, mi a baj, mama? Kislányom, most már ezt a két embert cseréljük vissza. Nekem az kell, aki itt van,
és az, aki lent van, az most már jöjjön ide hozzád, mert én azzal már nem bírok. Szegény. Mondtam neki, hogy jó, mama, ha hazajön a fiatal, akkor majd visszacseréljük őket, jó? És akkor mondta, hogy jó, jó, jó. Tehát, hogy mindig le tudtuk kezelni, szeretettel, tehát írtó nagy türelem és szeretet kellett hozzá, mert hogyha ingerült voltunk, rögtön ő is ingerülté vált, és csapkodott is. Az én anyósom, aki soha, soha nem bántott volna meg senkit, voltak kemény, 7 évig ápoltuk. 7 évig, mikor elvitte az úr. Sok erő kell hozzá, de annyit meg megadott, ami ide elvisetett, ez ilyen tervezet is. Hát nem kellett volna, de nem tudom, hogy látom, hogy a fiatal, de tényleg őszintén összerakott, hogy tényleg értelem, akarat, az elvett, és mikor akarat. Igen, és ezzel a műsorra, hogy nem csak a két templomba beszéltünk erről, hanem én elmondtam egy szintén valami jótékonysági dologban, és szintén a műsorvezető társam, aki énekes is egyébként, Berkes Gabriella egyébként, ez a hölgy, akit az előbb nem jutott eszembe, hát az az ember így kezdődik, tudjátok, és nem akarok idétlenkedni. Jó, öreg vagyok, bocsi. Hát, na, de hát azt hittem, hogy 51, na mindegy, 71, jó. És ott elmondta az énekesnő is, mert az édesanyja is, Alzheimeres. És ráadásul ő egészségügyi végzettségű, ez az énekesnő, és tudja, hogy mire kell figyelni, és olyan bölcsen mondta el, és nagy szeretettel, hogy az, hogy nem magáról beszél, hogy mennyit szenvedünk mi, a hozzátartozók, hanem hogy ő bennem, és milyen villanások voltak, hogy figyeltünk, és micsoda nagyszerű dolog ez, hogy ő egy személyiség most is. És akkor ő is ugyanazt mondta el, amit ott én, hogy a szelleme tiszta. Tehát mi azt hiszik, hogy a szellem az ő aja, ha beborult, akkor nem. Az más, az értelem, mikor az értelem már nincs meg az egyéniségben, nincs ott a lélek között. Az értelem, érzelem és akarat. Az egy, annak az egysége egy normális, nagyon szép dolog is, a szellem, hogy kihez tartozom. Hogy az Isten szellemiségéhez tartozom, vagy az ördög szellemiségéhez. Mert mi csapódunk ide-oda, azért ezt is be kell ismernünk, hogy nem vagyunk igazán különbek, mert mondják könnyen rá, hogy én meg ezt tettem, meg azt tettem a helyet. Persze, sőt, én is irigylek olyan embereket, akik hitetlenek, és képesek olyan dolgot megtenni, amit én nem merek, vagy nem akarom fölvállalni, pedig nemes dolgot végeznek. Tehát ilyen látószögből kellene nézni az embertársainkat is, különösképpen a nem hívőket, mert persze, majd megtérítjük, hát dehogy térítjük meg. Hát én akkor fiatalkoromban tudtam, hogy nem tudok téríteni, a Szentlélek Isten tud téríteni. De lényeg az, hogy ott a pszichiáter, a kórházaknak az igazgatói is ott voltak azon a gospelesten, és aztán mondta, hogy magát Gabriella, meg magát Imre be fogjuk osztani majd, azt mondja a tónusokban, hogy maguknak előadást kell tartani az Alzheimerről. Igen, az élet, nálunk az élet beszélt belőlünk, hogy az hogyan éli meg a rokonság, hogyan éli meg a szenvedő, és a bizony fontos tényező, és tényleg az úrtól kívánok sok erőt az érintetteknek, mert nem kis harc, azért nem lehet ezt elmosolyogni, hogy na, ez is egy történet, hanem ez kemény történet, de nem szabad, arra kell vigyázni, nem szabad túl értékelni. Az Úr gyógyít, ameddig akarja, hogy így segítsen a rokonságon, vagy a hozzátartozókon. Köszönjük szépen! Igen. Van-e még valami gondolat, kérdés? És bocsánat, még egyszer késősre. Igen. Tanyasi, nem mondtátok előre? Jön a rétesi Tanyasi bözöményből. Akkor mit vártok tőle? Na te van. Megnézted, hogy milyen jobbra, balra, mit kell jönni. Nem van. Jelenben túlmentünk, és onnantól már nem tudtuk, hogy ekkora nagy a Kossuth, vagy micsoda ez az üres tér. Na nem baj. Köszönjük szépen még egyszer, és hadd kérjük Isten áldását rátok, életetekre továbbra is.
és kívánom, hogy minél több ilyen vagy hasonló jellegű bizonyságtételi szolgálat legyen az életetekben, és hogy az Úristen ezeket áldja meg. És most pedig egy imádsággal zárjuk le ezt az alkalmat. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked az életet. Köszönjük azt, hogy ebben az életben vannak magasságok és vannak mélységek. De bárhol is legyünk, te fogod a kezünket. Köszönjük, Urunk, hogy egymás hite által építesz minket. Köszönjük azt, hogy a történeteken keresztül tanítasz bennünket. És hadd kérjük azt, hogy hadd legyen áldássá ezek az alkalmak, az elhangzott szavak, az igék, hogy valóban áldás legyen számunkra mindaz, amit ma hallottunk és amiről beszéltünk. Így kérjük, hogy áld meg mindannyiunk életét, családját, közösségét, hogy légy jelen, Urunk, egyre jobban a mi életünkben. Adj nekünk erőt, adj nekünk kitartást a küzdelmekben. Az Úr Jézus Krisztusért hallgass meg imádságunkat. Amen. Amen. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönjük szépen.